a sebb helyes arcú Al Pacinoval a főszerepben, és Al Pacino megjeleníti nekünk a Michael Corleone-nak pont az ellenkezőjét. Tehát ez a nem Michael Corleone, úgy hívják, hogy Tony Montana, egy nagyon más zsánerű gangsterről van szó, talán éppen az ellenkezőjéről. Hát, mert egy nagyon más korszakról is van szó, tehát ez nem a klasszikus gangsteréről, ez a 80-as évek kokainnal teli szívott világa, ez az a amerikai állam, amikor arról van szó, hogy a világ a tiéd, ezt kellő mennyiségű kokain az ember agyában ezt úgy fel tudja tuningolni, ezt a gondolatot, hogy el is higgye, és mindent szabad, minden játszik, és mindent azonnal, tehát mindent el kell érni, és iszonytató módon kell összeharácsolni a vagyont. Nagyon nehéz lenne azzal az állítással vitatkozni, hogy Tony Montana az a filmvásznon valaha látható legbámulatosabb bűnöző karriert futja be. Tehát, hogy ilyen rakétasebességgel, ilyen igazából egy szociális rakétáról van szó, aki néhány hónap alatt a semmiből a banánhajóról leszállva gyakorlatilag. Hát hogy kezdi? Úgy kezdi, hogy Kubából egy véletlennek tűnő esemény folytán megérkezik Amerikába, ahol nagy nehezen át tudja magát verekedni valahogy a bevándorlási hivatal munkatársain. Egy menekültáborban kezdi, és elképesztő sebességgel kezd lépkedni fölfelé a ranglétrán. Először kap egy megbízatást, ami a legszutykosabb meló, de onnan is csak egyre csak szutykosabbakat kap, viszont egyre nagyobbakat ugrik folyamatosan. De miért ugrik ekkorákat? Azért, mert valahogy nincsen benne félelem. Valahogy, hát amikor a társának a fejét szétnyírják egy motoros fűrésszel, akkor ő a gyilkosoknak belenéz az arcába, és úgy küldi el őket a vérbe, hogy beleköp az arcukba, és azt mondja, hogy rohadjatok meg. Tehát konkrétan nincsen benne félelem, nincsenek benne gátlások, olyan gátlástalan törtető, annyira akarja a hatalmat, igen, de zsigerileg annyira akarja a hatalmat, én nem tudom, hogy ez a... De várjál, mert közben annyira nem gátlástalan, hogy bárkinek is hazudjon. Tehát ő folyamatosan őszintén adja magát, és ezért is van az, hogy nem hajlandó abban a hierarchiában, meg struktúrában megmaradni, amiben ő belecsöppen, hanem folyamatosan lép följebb és följebb, ugrik át embereket, akik előtte még a megbízói voltak, azok később már az ő csicskái. De azért, mert ezek az emberek, ezeknek mindegyiknek vannak gátlásai. Toninak nincsenek gátlásai, Toninak csak szabályai vannak. Tehát vannak bizonyos szabályok, amelyekhez Toni tartja magát, ő mindig hűséges a főnökhöz, soha nem árulja el, mindig állja a szavát, kommunistákat gyűlöli, és ha egy lehetősége van, kinyírja őket. Nőket és gyerekeket viszont soha nem gyilkol, és ez is alapszabály. Egyébként ő mindig hűséges a főnökhöz, de ha a főnök nem hűséges hozzá, akkor a főnök akkor már halott is. Tehát akkor a pillanatban megöli. Tehát, hogy így igazából van egy lista, amely mit tudom én, zsarolók, parancsmegtagadók, árulók, hát ezekre halál vár. És ez alól a főnök sem kivétel. Tehát tulajdonképpen Tony Montana fejében van egy hierarchia, és ennek a hierarchiának a csúcsán Tony Montana áll, ő maga. Viszont szabályok azok vannak, és azok működnek, és hát ezek hozzá is járulnak Tony végzeti, ez az egész biztos. Tényleg az egyetlen erkölcsi szabály, ami a filmben megjelenik számára, vagy... Az ő részéről. Igen, az gyakorlatilag az, hogy gyereket és nőt nem öl. Illetve, hát nőt nem öl, nem tudom, de nem, gyereket nem. Nem, nőt sem. Nőt sem, gyereket. A fantasztikus, hogy Al Pacino hol találta, hol lelte fel a saját tudatalattiában azt a mélyről föltörő ős primitívséget, amivel feltöltötte ezt a figurát. Csodálatos az a, már amikor először látjuk is, ez az utolsó ócska szutykos proli, de tényleg a legalja söpredéket alakítja, és később meg ugyanezt nagyon sok pénzzel, de hogy ezt hogy tudja eljátszani, azt nem tudom, ahogy beszél, az is zseniális, főleg egyébként az eredeti angolban valami csodálatos. Gratulálok magának, Mr. Sosa. Mindent elért, amit egy ember elérhet. Maga tetszik nekem. Őszinte fickónak látszik. Sajnos ugyanezt már nem mondhatom el a szervezetük többi tagjáról. Hogy érti ezt, Mr. Sosa? Omar Suárezre céloztam. A társam felismerte, rájött, hogy évek óta ismeri. New Yorkban volt vele dolga. Rendőrspiszli volt a szemétláda. Ő adta fel Vito Duvalt, meg a Ramos fivéreket, Nellót és Ginót, meg még egy sereg embert. Mi a biztosíték, hogy maga nem besugó, Tony? Hey, Sosa, beszéljünk világosan. Soha életemben nem adtam fel senkit, akkor se, ha nekem akart keresztbe tenni. Érti? Nekem nincsen semmi a világon, csak a tököm meg a puszta szavam, és ezt a kettőt nem játszom el senkiért. Megértette? Azt a szarházit első perctől fogva utáltam, sose bíztam benne.
Csak annyit tudok róla, hogy engem átvágott, és miatta ölték meg a barátomat, Angel Fernandezt. De ez már a múlté. Én itt vagyok, ő már nincs. Ha velem van valami terve, mondja meg. Ha nincs, kár az időt vesztegetni. Én ennél mosdatlanabb szájú mozit, mint amilyen a Sebb helyes arcú, még nem láttam életemben. Hogyha net közelben vagytok, akkor ajánlom nektek, hogy a YouTube-ba írjátok be azt, hogy Scarface short version, vagyis Scarface rövid verzió, tehát hogy ezt így angolul, hogy Scarface short version, ezek a kereső kifejezések. Fogtok találni egy videót, azt nézzétek meg. Ha képesek vagytok rá, hogy megszámoljátok, hogy hányszor hangzik el a filmben a fuck szó, akkor hát próbáljátok meg, nem lesz egyszerű dolgotok. Tehát egy 2 perces videó áll össze abból, hogy fuck. Fuck, de fuck, jó, de fuck. Ez egy nagyon rövid szó, és körülbelül ilyen, tehát ahogy elhangzik, már vágva van utána a következő, és el tudjátok képzelni, hogy akkor ez miért, mit ad ki. Brian De Palma a filmrendezője az egész mozit, és tulajdonképpen az egész gangsterfilm műfaját ezzel a filmmel levitte a csatornába. Választott egy olyan nyelvhasználatot, ami köszön ide, nincs különösebb tekintettel sem a kamerákra, sem ezt a kiskorúaknak a nyelvi fejlődésére. Nem, hát ezt én a filmből láttam, én ezt a filmet. Jó, és itt van egy SMS, itt van egy SMS. Pacino a király, az Isten és Isten király. Jó, hát a Sebb helyes arcú, az egy megunhatatlan film, és ami nagyon érdekes, hogy nagyon-nagyon kevés olyan rendező van, amelyik képes arra, hogy egy szinte tökéletes filmet csináljon, és ezt aztán egyaránt képtelenek megismételni. Tehát a Keresztapa az Mario Puzónak a regényéből Francis Ford Coppola rendezése, és később ez a páros összeállt újra a Gangsterek klubja című film erejéig, ahol szintén a Mario Puzónak a regényéből, szintén Francis Ford Coppola egy halálgagyi filmet készített, egy halálgagyi filmet. De ugyanez a szituáció megvolt, hogy Brian De Palma fogta Al Pacinót, és azt mondta, hogy annak idején nagyon jól együttműködtünk ebben a Sebb helyes arcúban, próbálkozunk meg a Carlito útjával. Hát a közelébe nem jön. A közelébe nem jön. Tehát, hogy így itt valami ihlet megérintette a Coppolát is, meg a De Palmát is. A De Palma meg a Coppola jó rendezők, vitán felül jó rendezők, de nem akkora rendezők, amekkora filmek ezek. Valahogy ezek a filmek, ezek ihletettek. Tudod mi, ami a Sebb helyes arcúban első nézéskor, már az első 5 percben, sőt már a főcím zene alatt szembe ötlik nagyon? Az, hogy milyen magánviselő a 80-as évek minden gagyi megnyilvánulását és stílusjegyét, és ennek ellenére örök a mozi. Tehát kortalan, miközben annyira 80-as évekbeli, hogy ez valami őrület. De ezt képzeljétek el úgy, hogy azok a zenék, iszonyatos zenék vannak alatta, azok a akció jelenetek, amiben tényleg olyan mennyiségű töltényt lőnek el, amit kifejezetten csak Rocky meg Rambo világában lehet elképzelni. Tehát azok a 80-as évekre a horrorfilmek is olyanok voltak jellemzők, hogy a vödörből öntötték a vért, meg az akciófilmekre is az volt a jellemző, hogy mindent szétlőttek, mert ebben a filmben is ez van. De ennek ellenére csodálatos. És ennek ellenére olyan hitelesség olyan mély benyomását kelti ez a film, amit szinte páratlan. Hát mondjuk az a hitelesség, nem tudom mennyire hiteles az, amikor a végén ül annál az asztalnál, és konkrét hegyekben áll előtte a kokain, de tényleg úgy képzeljétek el, tehát nem viccelek, hanem ilyen 30-40 centi magas kúpokat képez előtt hát a kokain, én és így mindig, az arcát így belefúrja, úgy szív belőle. Én mindig kovi pornófilm forgatásait képzelem el, én azt hiszem, hogy kovi pornófilm forgatásain sem bánnak könnyű kézzel a kokainnal, de az, amit Tony Montana csinál, az kovinak, meg az ő pornósainak egy évre elég lenne, ez szinte biztos. Páratlan, ne, abból egész Magyarországot el lehet látni egy évre. És ráadásul azt lehet mondani, hogy Tony Montana és a kokain az tökéletes páros. Tehát, hogyha azt lehet mondani, hogy ha a kokainnak teste, élete, személyisége lenne, akkor az maga lenne Tony Montana. Tehát, hogy így a öntelség, a fennhéjázás, a romlottság, az egoizmus, az erőszakosság, ezek mind-mind jellemzőek, és tulajdonképpen ő Tonyból még Tony Montanábbá csinál a kokain. Ez a szörnyű, hogy neki nem szabadott volna kokainoznia, mert ő önmagában volt a kokain. És ez kokain reaktor volt, olyan volt, mintha belső kokain előállító szerv lenne benne, amelyen forog Tony Montana. Így sajnos négyzetre emelte a kokain hatását azzal, hogy fogyasztotta is a valóságban, és hát ez vezetett végül a vesztélyhez. Hát igen, adj egy olyan embernek tömérdek sok kokaint, aki maga is egy kokainreaktor. Tehát, hogy így... És ennek megfelelően viselkedik a végén, tehát az utolsó jelenetért szerintem mindenképpen, ha másért nem, de azért mindenképpen meg kell nézni mindenkinek a filmet, mert olyat még nem láttatok. Tehát amikor, nem is mondom el, de azon, hogy csodálatos, azt látni kell. A gátlástalanság, az önzés és az uralkodói hajlam úgy találkozik Tony Montanában és a kokainban, hogy egy olyan robbanókeveréket képez, amit
ti most momentán el sem tudtok képzelni. Az a sötét primitívség, azzal az egoizmussal felturbózva, valami fantasztikus. A Haláltorkában valami... is ő az élet császára. Tehát tényleg úgy viselkedik, hogy ilyet még nem csinált ember. Években járunk, a Push It to the Limit az a szám, amelyik alatt megnézhetjük, hogy hogyan hordják be zsákszámra konkrétan a pénzt a bankba, ahol aztán azt tisztára lehet mosni. Azt végignézhetjük, hogy Tony Montana megveszi az első tigrisét, például a házának a kertjében, stb. Tehát ő tényleg a határokig tolja, ameddig csak lehet. Egyébként, hát ha figyelmesen hallgattátok ezt a zenét, sőt nem kellett figyelmesen hallgatni, mindenki számára azonnal beugrott a 80-as évek, hogy ez milyen is volt. Tényleg, tehát ez maga a 80-as évek, itt nincs mese, ezt nem lehet máshova helyezni. Teljesen olyan volt néha, hogy akár lehetett volna a Rocky 1 is. Tehát, hogy hallgatom, annak is pont ilyen zenéje volt. Hogyha emlékeztek mondjuk az Aviator című filmre, amit Martin Scorsese rendezett Howard Hughes-nak az életéről, Leonardo DiCaprio játszott, annak idején Howard Hughes készítette el az eredetiét ennek a filmnek, az eredeti sebb helyes arcú Howard Hughes-nak a munkája, és akkor ennek a remake-je, ez a sokkal-de-sokkal sikeresebb és sokkal-de-sokkal jobb film, amiről most beszélünk, amelyet a Brian De Palma rendezett és az Al Pacino játssza a főszerepet. Én nem állítom, hogy a sebb helyes arcú éppen olyan, mint az Alvilág, de azt merem állítani, hogy egyetlen film sem hasonlít jobban az Alvilágra, mint a sebb helyes arcú című film. Tehát én azt gondolom, hogy ez, és pont a káromkodásoktól, meg pont attól, hogy olyan nagyon-nagyon-nagyon könnyű kézzel kezeli az ember élet. Attól válik valahogy olyan nagyon élővé, vagy nem is tudom, miért, ilyen dokumentarista benyomása van az embernek. Szerintem valószínűleg nem. Szerintem az Alvilágnak csak egy csekély szelete lehet ilyen, mert ez, ahogy a film is bemutatja, ez nem működőképes. Tehát azon a fordulatszámon, ahogy Tony Montana intézi az ügyeket, ez bukásra van ítélve, tehát így nem lehet csinálni. A Szóza, a kolumbiai kokainbáró az ezerszer jobban csinálja, és az egy úriember, Tony Montana meg egy tényleg egy sutyó. Ő a söpredék, és ő az, aki nagyon hirtelen fel tud jutni a csúcsra, és onnan akkorát zakózik, amekkorát csak. Mert nem tud konzerválni, mert nincs kultúrája. Abban különbözik a Corleone-tól, a Michael Corleone-tól, hogy ott annak egy hagyománya van, egy tradíciója van, egy feudális gyökérzete van annak a maffiának, amit a Corleone klán kiépített. Tony Montana nem kisebb maffiát ural, csak amikor Michael Corleone meghal, akkor ott van a helyére a következő don, és az azt követő don, és így tovább, és ez a folyamat ez nem áll meg, hanem a maffia él tovább, mert a maffia örök. Amikor Tony Montana meghal, akkor minden széthullik, de már életében minden széthullik a kezei között, mert nem tud konzerválni, mert nem tud tartalékolni, mert mindent felél, ahogy megy előre, ahogy tör előre, mindent pörget ki magából. Olyan, mint egy fekete lyuk, felzabál mindent, ami körülötte van. Ahogy Tony Montana látja a saját hibáját, mert lát magában hibát, azt egy zseniális jelenetben adja elő, amikor
valószínűleg megint csak nagyon-nagyon belkokainozva, és mellesleg tökéletesen részegen egy ilyen nagyon-nagyon csili-vili étteremben, az arisztokraták éttermében ott összeveszik a feleségével, és iszonyatos módon veszekednek egymással, úgyhogy hát, felborítják az asztalt, meg minden, és borzalmasan viselkednek, de tényleg ülnek körülöttük ott az új gazdagok, vagy a régi gazdagok, és ők meg az új gazdagok ugye a közepén, az étterem közepén, senki nem mer hozzájuk szólni, a pincérek is csak állnak, és akkor előadja egy monológban Tony, egyébként az zseniális, ahogy ott Al Pacino játszik, és ott előadja, hogy mi a baj vele, és az ő szerinte, hogy nem tud hazudni, hogy ő mindig azt mondja, ami ő mindig önmagát adja, nem tud elbújni, mert szerinte azok az emberek sem jobbak tőle, egy fikarcnyival sem, csak ők megtanultak hazudni, ők el tudnak bújni. Hé, Frank, mocskos szarolok vagy. Nem tudom, miről beszélsz. Nagyon is jól tudod, miről beszélek, te rohadt szemétláda. Na mondd, mi bajod van velem? Tudod, mi az, hogy háza, Frank? Disznó. Aki nem jár egyenes úton. Te is olyan vagy, Frank. Ugyan, Tony, mi a lófasz csináltam én neked? Én karoltalak fel. Ja, volt egy kis nézeteltérésünk, nem nagy dolog. De az elején én voltam az, akitől lehetőséget kaptál. És én meg is háláltam. Persze idekeztem jól járni, de soha nem b***talak át, Frank. Soha. De te, aki nem tartja meg a szavát. A szarházi. Mel. Csinálj valamit, légy szíves. Ezt a meccset neked kell lejátszanod, Frank. Oké. Igen, Tony. Hibáztam. Adj nekem még egy lehetőséget, jó, Tony? Hadd tegyem jóvá. Kérlek. Én... Ha adsz nekem még egy lehetőséget, kapsz tőlem 10 millió dollárt, Tony. Hallod? 10 millió dollár. Ott van a spanyolországi bankomban a pénzem. Oda megyünk együtt, oda repülünk, és az egész a tiéd. Oké, Tony. 10 millió dollár. Oké, Tony. Ha? Kérlek, Tony. Elvira, neked Elvira kell, ugye? Neked adom, én lelépek, eltűnök. Az életben nem fogsz többé látni. Kérlek, Tony, nem akarok meghalni. Én soha nem öltem meg senkit, soha. Nem, te soha sem öltél meg senkit. Így igaz. Mindig másokkal végeztetted el a piszkos munkát. Aj, Tony, ne! Állj fel, te állat! Állj fel! Állj fel. Nem, kérlek, ne öljön. Én nem öllek meg. Köszönöm, meghálálom. Állj fel! Köszönöm. Manolo! Igen? Intézd el helyettem. Ne! Oké, gyerünk. Mi lesz Ernie-vel? Akarsz nekünk dolgozni, Ernie? Persze, Tony. Jól van, akkor hívjál fel holnap. Lelátod, jó állásod lesz. Hé, hey, Tony! Kösz. Herbni majdnem meghalt, pedig állást kapott. Hát kinyírták ott a maffia főnökét, kinyírták egy magas rangú rendőrt, és Ernie-t ott hagyták, és így Ernie-nek még punkája is lett másnapra, úgyhogy jól járt, igen. Te hányost adsz ennek a filmnek? Hát nekem egy 8 és feles. Én ezt a filmet, ezt azt hiszem, hogy sikerült megértenem, sikerült feldolgoznom, úgyhogy én bátran adok rá 10-est, erre valóban merek 10-est adni.